Ma 81 éve indult mínusz 30 fokos hidegben a Dóni áttörés, a második világháború magyar szempontból egyik legtragikusabb eseménye. Itt vagyunk a Dóni áttörésnek az ünnepségén, és szomorúan kellett megállapítanunk, hogy azért ez megyénkben is nagyon sok embert érintett, szám szerint 4102 fő, és Szekszárdról konkrétan, amíg pontos adataink vannak, 172 fő veszett oda. Magyarul ez 250 családot érintett így hozzátartozók szempontjából. A katonák hősiesen harcoltak ugyan, az első támadást vissza is verték, de nem bírták feltartóztatni a sokszoros túlerőben lévő szovjet vörös hadsereget. Január 12-e a második magyar hadsereg emléknapja. Ha belegondolunk, hogy azok az emberek mit éltek át ott abban a helyzetben, abban mínusz 35-40 fokban, meg hát a hiányos felszerelésbe, ilyen papírtalpú bakancsba, szóval azért akkor újra kell gondolnunk ezeket a hozzáállásokat, és hát a borzasztó szenvedésen mentek keresztül, és konkrétan a csatába ott a 250 ezerből 125-130 ember odaveszett, természetesen a többiek a lágerbe is, és nagyon sok olyan emberről nincs is hír, hogy gyakorlatilag hova tűnt, vagy milyen alkalommal, de lényege az és a legszomorúbb dolog, hogy nem tért haza. A Magyar Királyi II. Honvéd Hadsereg 1943. januárjában arra készült, hogy felvegye a harcot a 6-7-szeres túlerőben lévő szovjet csapatokkal, és tartson ki addig, ameddig csak tud, mert ezt követelték meg tőlük előjáróik. Petkó Tamás plébános beszédében a haza iránti elkötelezettségre hívta fel a figyelmet, amely már a csatamezőn is megmutatkozott. A mai hazaszeretet, ahogy mondtam is, hogy az most nem abból áll, hála jó Istennek, hogy katonáink meghalnak, de úgy tudni kell azt, hogy a hazát úgy lehet szeretni, hogyha a magyar emberek békében vannak. Most ilyen pillanatban mindenki arra gondol, vagy nagyon sokan gondolnak arra, hogy jaj, meghalnék a hazáért, de igazából megölném a szomszédomat, mert hangoskodik, vagy ilyen, vagy olyan van, és hogy nagyon nagy ez a feszültség az emberekben, én megértem, de valahol a Jóisten is mindig ezt akarja, hogy békét hoztam, és ha béke lenne, akkor nem kéne félnünk. Az emberek most rettegnek, félnek a háborúktól, és ezt el kéne kezdeni, ezt a hazánkban lévő béke szeretetet. Legfontosabb értékként a béke fontosságát emelte ki, hogy szeretetben, békességben próbáljanak az emberek egymással élni.